80 éves jubileumot ünnepel a Honvéd Köfém Kft. Ebből az alkalomból a Fehérvár Televízió magazin sorozatot indított, melyben adásról adásra igyekszünk önöknek bemutatni a cégnél dolgozó munkatársakat. Tartsanak velünk! Balatonfüredi lány vagy, ha jól tudom. Így van. Hogy jött Fehérvár az életedbe? Budapesten tanultam az egyetemen, akivel pedig összeismerkedtem, a párom, ő Kecskeméten dolgozott, de szintén balatonfüredi eredetű, és akkor ez tűnt egy köztes megoldásnak, hogy ő itt tud munkát vállalni Kecskemét helyett, én pedig innen még el tudok járni Budapestre, és közben Balatonfüred is elérhető távolságban van. Így kötöttünk itt ki. Honnan jött az ötlet, hogy ehhez a céghez szeretnél elmenni dolgozni? Ismertem már a céget, szerintem itt Fehérváron mindenki ismeri, mert egy nagy múltú vállalat. Igazából szembe jött velem az ajánlat, ami nagyon megtetszett, és elkezdtem érdeklődni, és így nyertem ide felvételt, de gyakorlatilag korábban dolgozott itt már a nagybátyám is, meg a felesége is, úgyhogy nem volt új a cég az életemben. Miket hallottál róla egyébként, amikor ide jöttél dolgozni? Ők nagyon régen dolgoztak itt, úgyhogy tőlük semmit. Annó szerettek itt, de hát 20 év az nagyon sok idő. Amúgy nem sok ismeretem volt a vállalatról, elég ismeretlen volt amúgy számomra, hogy belülről hogy működnek a dolgok. Úgyhogy új volt nagyon. És milyen pozícióra jelentkeztél egyébként? Mi kellett ahhoz, hogy téged vegyenek fel erre a pozícióra? Hivatalosan Reporting Specialist volt a pozíció neve, de azóta is csak adatelemzőnek szoktam mondani, mert az egy kicsit kézzelfoghatóbb. Tényleg a reporting a lényege, különböző kimutatásokat végzünk a cég, különböző gyárai, különböző programokat használnak, és ezekből a programokból gyűjtjük össze az információkat, és tesszük össze egy ilyen felhasználóbarátabb formába, és küldjük el a pénzügyi vezetőknek, kontrollereknek. Ez azt jelenti, hogy akkor te egész nap a monitor előtt ülsz, és táblázatokat gyártasz? Nagyrészt igen, de ez engem nem tör le. Tudom, hogy fura, meg nagyon sokan nagyon ellene vannak, de én szeretek a számokkal buherálni, táblázatokat kezelni, összefüggéseket látni és keresni a számok között. Én élvezem. És mi kellett ahhoz, hogy te nyerd el ezt a pozíciót? Milyen feltételeknek kellett megfelelni? Ha jól emlékszem, kellett egy kis pénzügyes vonal, talán pénzügyi diploma is, de ebben nem vagyok már biztos. A Visual Basic program ismerete jelentett előnyt. Nyilván a nyelvtudás volt fontos, azt szerintem azóta is minden pozíciónál fontos a cégnél. És igazából egy új csapat indult akkor, 4 főt is kerestek, és már akkor kevés emberből tudtak meríteni, ami segítségemre volt, hogy gyorsan felvételt nyerjek. Angol nyelven történik egyébként ott bent közöttetek a kommunikáció, vagy csak a reporting, amit mondtál? Egymás között nyilván nem. Az e-mailezés az angol, az majdnem mindig egymás között is angol, mert általában van benne valami külföldi is, illetve kifele, amit küldünk, azok mind angolul mennek mindig. És akkor hogy néz ki egy napotok, hogy kell elképzelni? Hát jelenleg home office. Most már ugye több mint egy éve, ami egy kicsit más azért, mint az irodában lévő munka. Szerencsére reggel nem kell 8:00-ra beérni, amúgy se, ami szerintem nagy könnyebbség. Emellett viszont lehet, hogy délután egy kicsit tovább vagyunk, ahogy a munka adja, és valóban ott ülünk a gép előtt egész nap. Esetleg egymás között megvitatjuk, hogyha van valami közös projekt, vagy valami olyan téma, ami többünket is érint. Amúgy pedig mindenkinek megvan a kis maga napi rutinja, maga napi feladatai, amiken végigmegy. A csapat milyen? Fiatalos? Azt tudom, hogy többnyire fiatalokból áll. Mennyire rázottatok össze ezek alatt, az évek alatt? Szerintem nagyon jól, mert ahogy említettem, egy ilyen 4 fős csoportot kerestek anno. Abból a 4-ből, akit fölvettek, 3-an még mindig együtt dolgozunk, még mindig a legközelebbi kollégák vagyunk. Szintén 2 fiatal úriember, akikkel szerintem nagyon jól megtaláltuk a közös hangot, nagyon szeretek velük dolgozni. A nagyobb csoport, mert most viszonylag nagyobb csoportban vagyunk, egy ilyen 15-6 fővel, nagyon vegyes. Igazából egy nyugdíjas
kolléga is van, aki úgy bebe dolgozik, meg talán nálunk fiatalabbak nincsenek, de azért ez is egy nagyon tág határ. A legtöbb ember szerintem ez a pont kisgyermekes család fázisban van, úgyhogy hallgatom én is mindig a mik a tapasztalatok, meg hova kell iratni a gyereket. De szerintem kellemes a hangulat. Leginkább férfiakkal vagyunk, most lett a harmadik lány a csapatban sok év után, de nekem ezzel nincs problémám. Én jobban szeretem, hogyha fiúkkal meg férfiakkal dolgozom, valahogy jobban megtalálom velük a hangot. Úgyhogy szerintem összességében jó a hangulat. Ez a ti részleteken van, de ugye itt azért 1300 dolgozó van. Mennyire sikerül a többieket megismerni? Mennyire vagytok kontaktban ugye a más területekkel? Hát akik a gyárban dolgoznak, velük gyakorlatilag szinte sem ennyire. Esetleg akik a pénzügyi részlegen vannak, őket azért ismerjük név szerint is, meg a kollégáim, ők fejlesztenek nekik programokat vagy fájlokat, úgyhogy ővelük azért vagyunk kontaktban. Inkább akik az irodaházban vannak, ez most már csak HOMET szinten szerintem olyan 200 fő körül van, inkább velük vagyunk ismerettségben, vagy velük kerülünk jobban kapcsolatba, dolgozunk együtt. Ugye azt mondják, hogy ez egy olyan munkahely, mint hogyha egy családban dolgoznál. Ez tényleg így van? Elképzelhető, de amúgy mindenki a munkahelyén tölti kb. A legtöbb idejét, úgyhogy ha jó a hangulat, ez könnyen ki tud alakulni, hogy családias legyen a viszony. Ugye a munka mellett neked van egy nagy szerelmed, illetve hát több is, de ugye a zene az, ami már fiatalkorod óta jelen van az életedben. Ez hogy jött? Viszonylag későn kezdtem el zenélni, mert már szerintem 10 éves is voltam, ami már későnek számít, hogyha valaki ezen akar elindulni, de édesapámnak az egyik kollégája játszott ezen a hangszeren, onnan jött maga a hangszer, de mindig is vittek a szüleim a koncertekre, a térzenékre, tehát ismert volt számomra a zenekar. És szerencsére abban az időben nem volt sok harsonás, úgyhogy nem is volt baj, hogy ezt választottam, mert azért a beiratkozásnál a zeneiskolai tanárok így terelik a kisgyerekeket, hogy mi az a hangszer, amire szükség van a zenekaron, és akkor azt kezdjük el tanulni vele. Hogyan jött az, hogy ezt kicsit komolyabban csináltam? Akihez kerültem, a zeneiskolai tanárom, Csincsi Ferenc, ő volt az, aki elindított ezen az úton. Nagyon szerettünk nála tanulni, több lány tanítványa is volt, ami azért a rezes hangszereknél elég ritka, de szerintem nagyon jól megtaláltuk vele a hangot, olyan volt, mint a második apukánk, és ő neki volt egy nagy ismerettségi köre a zenei vonalon, és ő vele mentem el először, szerintem egy felvidéki zenekarral külföldre, az volt az első ilyen vendégszereplésem, és onnan indult, hogy ott megismertem még embereket, akik aztán fölhívtak, hogy akkor még most ehhez a zenekarhoz nem lenne kedvem elmenni, és így folyamatosan adta magát új és újabb zenekarok, új és új emberek, és mindig hívtak, mert ezen a területen itt főleg ez a Tatabánya, Budapest, Fehérvár háromszögben viszonylag kevés harsonás van, úgyhogy mindig jól jön egy-két kisegítő zenész, és így kerültem be ide, mindenhova szinte. Mesélj egy picit mindegyikről, a Balatonfüredivel kezdjük. Hát az a szívem csücske, nem tudok elszakadni tőle, mégiscsak ott kezdtem, meg az az otthonom. Ott sok feladat is vár rám, úgyhogy az kicsit kevésbé szól a szórakozásról, inkább sokszor az is munka, de szeretem csinálni, meg kicsit olyan vagyok, mintha én lennék a zenekar anyukája, úgyhogy mindenkiről gondoskodni kell, meg van a vezetőség, akik mondjuk elmennek a másik vezetőséget tárgyalni, vagy akármi, és vagyok én, aki meg mindig így közvetíti az információt a zenekari tagokkal. Mellette sokszor otthon is csak mi ketten vagyunk a párommal harsonások,
úgyhogy a zenei vonalon is mindig helyt kell állni, mellette pedig raktáros is vagyok, meg szertáros, meg én ilyen kis intézőnek hívom magam, hogyha valamit nem mernek mondjuk a karnagytól megkérdezni, vagy hogy ezt szeretnék csinálni, de nem merik mondani, akkor így lassan beadagolják nekem, hogy én meg majd puhítsam meg a többieket. Nagyon sok időnket is elviszi, rengeteg szereplésünk van, sokszor szerintem ilyen évi 60 szereplése van a zenekarnak, úgyhogy emellett, most már így a munka mellett is, meg család is, nagyon nehéz a más zenekarokra is időt szakítani, de azért igyekszünk, mert mindig egy nagyon jó élmény. Az egyetem alatt, vagy az iskolás évek alatt azért ez könnyebb volt utazgatni, meg hát mindig valami külföldi út is szóban volt. Szerintem a Bicskei Fesztivál zenekarra mentem el így először, talán Franciaországba, aztán később Törökországba is, ami egy nagyon nagy élmény, ott egy óriási művészeti fesztiválon vettünk részt rengeteg nemzetiségű emberrel, ami nagyon izgalmas volt, meg hát maga Törökország ugye teljesen más, mint az itteni élet. Nekik egy nagyon szép, ilyen piros huszár zakójuk volt, úgyhogy maga a zenekar is nagyon jól nézett ki, hozzájöttek a mazsorettesek, ilyen piros-fehér-zöld zászlós műsort adtak elő, úgyhogy az egy nagyon mutatós vendégszereplés volt. Utána szerintem Oroszlányban kezdtem el játszani, ugyanaz az ember volt a kapcsolattartom ezeknél a zenekaroknál, mert ő is mindenhol játszik. Ott szerintem több évet is játszottam, meg több koncerten is, a Bányász zenekarban. Mellette van nem messze Pusztavám, ahol pedig egy német nemzetiségi zenekar van. Ott is eltöltöttünk hát éveket, inkább koncerteket. Náluk azért kicsit kevesebb szereplés a jellemző, nem úgy, mint nálunk azért a Balatonpart miatt. Simán csak kimegyünk egyet térzenézni, mert jönnek-mennek az emberek strandról hazafele jövet, vagy a Borhétem. Aztán a Pusztavámnak volt egy Puma megnevezésű projektje, ami a Pusztavám, Martonvásár és Abba zenekarát ölelte fel. Ők egyik évben csináltak egy ilyen többállomásos koncertsorozatot is, úgyhogy ezáltal játszottam Martonvásáron is utána, meg Abán is. Közben az egyik hölgy a zenekarból, ő hívott ide Fehérvárra is. Lehet, hogy ez még talán régebben is volt, mint a többi. Úgyhogy akkor játszottam itt is szerintem egy karácsonyi koncerten is a templomban, meg a színházban is. Az nagyon érdekes volt belülről látni, meg úgy hátulról, hogy mennek a színfalak mögött a dolgok, mert nagyon szép ez a színház. Legutoljára szerintem Abba volt az, ahova elmentünk. Viszonylag ez van szerintem legközelebb még Fehérvárhoz, ami azért nagy segítség, meg óriási szeretettel fogadtak ott minket. Igazából mindenhol ezért is olyan jó vendég zenélni, mert mindenhol nem is az, hogy kiszolgálják az embert, hanem hatalmas szívvel várják a vendégeket, és mindenhol olyan boldogság és öröm fogad minket, ami nagyon nagy élmény. Milyen terveid vannak egyébként a zenével? Hát én ezt hamar eldöntöttem, hogy ez nekem mindig csak egy második vonal lesz, de nem szeretném abba hagyni, szeretném életem végéig folytatni. Hál' Istennek ugye a párom is zenél, úgyhogy ez is sokkal könnyebb, hogy mind a kettőnknek ez a hobbink, és ez viszi el úgymond a szabadidőnket, de a munka az első, és abban is szeretnék nagy élményeket elérni. A munkát és a zenét hogy tudjátok összeegyeztetni? Szerintem ez egyre könnyebb lesz a mai világban, mert a cégek követik a munkavállalóiknak az igényeit, könnyebben lehet elmenni csak úgy napközben, vagy kivenni egy szabad délelőttöt, nincs meg az a 8-tól fél 5-ig határ. Szerencsére nálunk is működik, meg a férjem cégénél is, úgyhogy ha esetleg pénteken egy kicsit előbb el kell menni, megbeszéljük a kollégákkal, és nincs belőle probléma. Úgyhogy szerencsére egyelőre még tudjuk összeegyeztetni.
meg inkább hétvégén vannak azért a szereplések. Ha esetleg valami van hétközben, vagy külföldi út, akkor pedig szabadság. De még egyelőre működik ez a közös vonal. És egyébként itt a cégnél milyen terveid vannak? Sokáig szeretnél itt dolgozni? Én nagyon jól érzem itt magam. Mindig azt mondom már az elejétől kezdve igazából, hogy én igazán szeretnék nyugdíjba menni. Ami manapság szerintem nem annyira jellemző már a fiataloknál, hogy egy cég, egy élet, de szerintem nagyon jó itt dolgozni. Jó a csapat, szívesen ismerek meg más területeket is. Szerencsére megvan a lehetőségem a végzettségem kapcsán, hogy gyakorlatilag az irodaházon belül bármelyik területre el tudnék menni, kipróbálni magamat, akár vezetői vonal is érdekelne, vagy az, hogy még jobban szakemberré váljak egy adott területen. A lehetőség szerintem mindenre adott, úgyhogy jók a kilátások. Én szeretnék itt maradni. Szeretem patronálni a fiatalokat, de valahogy nehezen tudom szavakba önteni azt, hogy én mitől élvezem ennyire. Talán az idő segít abban, hogyha valaki több időt tölt velem, többet tudom mondogatni, hogy mennyire jól érzem magam, és valahogy az üzenet átmegy.